Jó napot kívánok, én dr. Kovács József vagyok, és arról szeretnék önöknek beszélni, hogy vajon érdemes-e a nőnek szeretőt tartani. Ez nagyon érdekes téma, mert sokan ezt mondják, sokan azt mondják. De szeretném önöknek elmondani a pluszokat is, meg a mínuszokat is. Ugye az nagy plusz, hogyha belekezdesz egy új szerelembe, akkor rengeteg energiát keletkezik. Olyankor mindenre van energiád, új munkát kezdhetsz, vagy a lehet munkádban több energiád lesz, mindenre lesz időd. Alig eszel iszol, de az egész világ gyönyörű. A körülötted levő emberek gyönyörűek. Mindenki csodálatos. Ez egy nagyon jó érzés. Az a legjobb, ha szerelmes lesz a nő a férfibe, és a férfi is a nőbe. Igaz, hogy ez az eufórikus állapot nem tart azért túl sokáig. Van, akinek egy hónapig, van, akinek egy évig, de érdemes kiélvezni minden percét. Mondjuk egy átlagos nő, mert most a nőkről van szó, éli a szürke kis életét. Minden nap dolgozik. Ugyanazt csinálja minden nap. Tevékenysége szomorú és szürke, és akkor hirtelen megjelenik a nő, a nagy ő, a nőnek egy új szellem. A dopamin szint az egekbe lángol, és a nő ismét átéri azt a nagy boldogságot, amit fiatal korában átélt. Beleveti magát ebbe az új viszonyba, elégedett és boldog. Egy hónapig biztos. Vagy kettőig, talán még háromig is. Utána ez már csökkenni fog. Hiszen a testünk nem dopamingyár, ezért az eufórikus érzések nem fognak örökké tartani. Ha az ember szerelmes lesz valakibe, azt tudnia kell, hogy a kezdeti eufória szép lassan csökkenni fog. De hát a szürke hétköznapokban nem tudunk ilyen érzéseket érezni. Ezért a szerelem az ember legcsodálatosabb érzésvilág. Tehát ha a nő beleszeret egy férfiba, az nagyon pozitív érzés. Amiről beszéltem, ez volt az első plusz, ami a szeretői viszonyban előjön. A második plusz pedig a férfi szexuális érzelemvilága, amelyet erre a nőre irányít. Hiszen ha a nő szerelmes lesz, akkor rögtön arra fog törekedni, hogy minél szebb legyen, kifesti magát, szemöldökét megcsináltatja, stb. Megcsináltatja. A férfi látja, milyen fantasztikusan szépen ez a nő, beleszered, elolvad tőle, imádja, hogy milyen jó az alakja, hogy a nő lefogyott direkt és eljár kondizni. Azonban a nő azt válaszolja neki, ó, ez semmi, drágám, én még szép leszek. Még többet kondizik, még többet fogyizik, még szebb lesz. Amikor a nő szerelemes lesz, és a férfi teljes figyelme őre irányul, akkor ennek a figyelemnek a sugara melegíti a nő szívét, és boldog lesz. Azon fog igyekezni, hogy minél szebbnek tűnjön a férfi számára. És ráébred arra, hogy milyen jó dolog egy női testben létezni. Ilyenkor, amikor a férfi csodálattal néz rá, szerelemmel, a nő kivirul, mint egy csodálatosan szép virágszál, utána a szerelemből párkapcsolat lesz, vagy elválnak, mondjuk, hogy párkapcsolat lesz, és ezek az érzések elhalnak. Már nem festi magát, nem öltözik, minek? Ez az alsó nemű 3 évvel ezelőtt is jó volt, hát most is jó, nem? Hát már 10 éve ismerjük egymást, nem jó neki. Minek cseréljem? Magas sarkú cipőt már nem hord, mert úgy minden nő láva szebb, tehát minek? Látott már a párom eleget otthon, papucsban. A férfi már megvan, nem kell igyekezni. Jobb esetben a férfi állandóan teljesíti férfias kötelezettségeit. Nem kell ehhez elcsábítani. Ott van. Megvan. Ám de ha véletlenül bejön egy új szerető a nőben, a nőnek, akkor a nőben ismét fellángolnak a női hormonok, és beindul a fantasztikus eufória érzés. A kapcsolatban a szex már unalmassá vált. Ez egy hétköznapi tevékenység. Sok nőnek már csak szükség vagy kötelesség.
Azonban, amint megjelenik egy új szerető, a feromonok fellángolnak a nőben, és ezer felé kezdenek sugározni. Ezt a dupla-tripla feromon sugárzást a férje is megérzi, és csodálkozva néz a nőre. Hát drágám, mi történt veled, hogy megfiatalodtál? Ilyenkor a nő ügyesen hazudik valamit, és minden rendben van. A szeretőjénél van szex, feltuningolva hazajön, a férfi azt mondja neki, férje, gyere az ágyba, szeretkezzünk egyet, mire a nő. Mit egyet? Kettőt. A férfi boldog, férje boldog, szeretője boldog, mindenki boldog, a nő is boldog egy-két hónapig. Pont ezért sok nő úgy gondolja, hogy a jó szerető csak erősíti a házastársak viszonyát. Valójában ennek pont az ellenkezője az igaz. Hogyan lehet elérni azt, hogy a nőnek a házasságban ne legyen szüksége szeretőre? Állandóan dolgoznia kell saját magán, a saját érzésein, meg a párkapcsolaton is. Ezt tőle nem teszi meg senki. Elmehet ezer tanácsadóhoz, azok nem tudják ezt megtenni helyette. Saját magán csak ő dolgozhat. A nőnek nem könnyű, valljuk be, nem könnyű ebben az életben, hiszen teljesíteni kell a szociális feladatait, az otthoni feladatait, és akkor még jó szeretőnek is kellene lenni az ágyban. Ugye a nők a párkapcsolatban, amikor már minden megvan, a férfi megvan, elfelejtkeznek arról, hogy saját magukra is kell egy kis időt áldozni. A saját szépségükkel is kell egy kicsit foglalkozni. Arról meg főleg elfeledkeznek, hogy a párkapcsolatra is kell időt szánni. De hát, amikor a nő állandóan azzal foglalkozik, hogy a munka, a gyerekek, a háztartás, az öregedő szülők, mindenütt csak kell, meg kell, meg kell, akkor ő is duplán öregedik. Ilyenkor a nő nem várhatja el, hogy a párkapcsolatból a szívében kellemes érzések fognak előjönni. Hát hogy csak a gyerekek nem hoznak ilyeneket. A rutintól nem lehet sehova menekülni, az világos. Azonban mindenképpen időt kell szánni a párjára, vagy a férjére, menjenek el együtt kirándulni, szexeljenek. Találjanak ki mindig valami újdonságot. De nagyon sok nő a saját érzéseiért, az érzelem hiányért a párkapcsolatban a férfit hibáztatja. Tudjuk jól, a nő számára csak a férfi lett a hibás mindenben, ezt minden pszichológus tudja, de valójában a lelke mélyén a nő érzi, hogy nem így van. És hát nagyon gyakran a párokban, ha elhal a kommunikáció, nincsenek közös célok, akkor a párkapcsolatok szétesnek. Nézzük most, milyen negatívumai vannak annak, hogyha a nő szeretőt tart. Az első negatívum, hogy el fogja veszíteni az állandó párkapcsolatát. Néha az nem is rossz, ha elveszíti. Azonban vannak jó párkapcsolatok, ahol kölcsönösen tisztelik egymást, szeretik egymást. Éppen csak az a bizonyos szikra hiányzik belőle. Amikor megjelenik a szerelmi háromszög, a nő azon reménykedik, hogy a párja úgysem tudja meg. Hát ebben ne reménykedjen, úgyis meg fogja tudni. Mindig minden kiderül, nézzük azt a szép magyar közmondást, hogy addig jár a korsó kútra, amíg ki nem derül a dolog. Tehát ha a feleség szeretőt keres magának és talál is, akkor készüljön fel arra, hogy a családja szétesik. A következő mínusz ebből következik. Hogyha vannak gyerekek, akkor legyen kész arra, hogy a gyerekeinek nem fog tetszeni, hogy szétesik a párkapcsolat. A gyerekeknek ez egy erős trauma. De az önpárkapcsolata rossz, és csak megszokásból jön létre, és létrejön egy szerelmi háromszög, önnek egy másik férfival, akkor nagyon fontos figyelembe vennie az alábbiakat. Ha ön a szeretője miatt elválik a férjétől, akkor nagyon kicsi az esélye, hogy a szeretőjével fog élni sokáig. Hát egy-két hónapig talán, vagy talán még egy-két évig is. De utána nem.
A statisztikák alapján ezt biztosan mondhatom. Tehát, amikor elvált a férjétől, akkor ide érdemes egy évet kivárnia, hogy az érzelmei helyreálljanak, meg a gyerekekben is az érzelmek helyreálljanak. Hiszen egy édesanyának kötelessége foglalkozni a gyermekei pszichikumával. A következő nagyon negatív dolog a szerelmi háromszögben, ez a nőben keletkező mindenféle emóciók tömege, vagy mondhatnám az össze-vissza emóciók tömege. Amit ilyenkor a nő átél, hiszen ilyenkor a nő nagyon erős érzelmi hintába kerül, az, hogy, és állandóan ingadozik, hogy megmaradjon a régi párkapcsolat, vagy átlépjen az újba. Átlépjen az újba, vagy megmaradok. Ez egy érzelmi hinta. De hát ilyenkor figyelembe kell venni a szeretője kívánságait is. Akarja ez az új férfi, hogy a nő hozzá költözzön? Lehet, hogy nem, mert csak szeretőnek kell. Vagy mégis elvállalja, hogy hozzá költözik az egész komplett házastársával, háztartásával, bocsánat, három gyerekével, meg az édesanyjával. Hát meg akkor azt a házasságban lévő pasival is, mert a pasi néha látogatni fogja a gyerekeit. Lehet, hogy nem akarja. Lehet, hogy csak arra kell a nőnek, hogy szexeljen. A másik nagy kérdés, hogy az ön férje, miután megtudja, hogy megcsalta őt, megbocsát-e? Hát a statisztikák szerint a férfiak nem szoktak megbocsátani, nagyon ritka. Tehát a nő belekerül egy ilyen érzelmi hintába, és állandóan előjönnek neki a borulátó érzelmek. Jaj, de rosszul érzem magam. Az egész életem rosszra fordult. Otthon szeretnék maradni. Mégiscsak tőle vannak a gyerekeim, de az új férfi valamilyen fantasztikus. Tehát hol eufórikus állapotban van, hol pedig borús állapotban. Tudnia kell, hogy ez az érzelmi hinta mindenképpen várja önt, ha szerelmi háromszögbe lép bele. És el kell gondolkoznia, hogy kész-e ön erre a hatalmas érzelmi hullámzásra. Ugye az esetek többségében ilyenkor a nők a YouTube bloggereket hallgatják, akik igazándiból nem pszichológusok, ők csak a saját eseteiket mondják el, és azt gondolják, hogy ezt mindenkire rá lehet húzni. Nem lehet ráhúzni. Itt szakember kell. Ha gondolja előtt hozzám, nyugodtan be lehet hozzám jelentkezni a www.kirko.hu honlapon keresztül. Én már nagyon sok nőnek segítettem, és nagyon sok férfinak segítettem, hogy megmaradjon a párkapcsolat. Köszönöm szépen, hogy megnéztek. Kérem, lájkoljanak és iratkozzanak fel a csatornámra, mert akkor többit gyorsabban meglátják, viszontlátásra.